Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, ha az M3 autóparkban vagyunk, van egy Chevrolet Aveo-unk, egy 2010-es darab, ez is színű járgány, 1-2-es benzin, motor van benne, amit tudok, és ez 70 lóerős. Egyéb iránt, pedig velünk van Concerto is, van nála egy forgalmi engedélyt, itt több részletet tudnék esetleg megmondani nektek, ebből többet látunk. Aztán ugye, ahogy szoktuk, körbesétáljuk, megnézegetjük a dolgokat rajta, és a végén pedig megyünk egy kört vele, úgyhogy tartsatok velünk, nézzük meg akkor a gépet. Azt mondja, Péter Sándor Zoltán, és 952-es, 2010, 7. hó, 7-ei pontosan ez az autó, és ha megforgatjuk a hátulját, akkor nézzük meg, hogy itt mi van. Műszaki vizsgája, 24, 7. hó, 18, aztán ezen kívül M3 autópark a tulajdonosa, és ezen kívül pedig tényleg itt vagyunk az M3 autóparkban, íme. Azt mondja, hogy kinyitottam az elejét. Hallgassuk meg, nézzük meg a motorteret. Este 216V, csendes, finoman jár, és még gázbovdenünk is van, úgyhogy lehet, hogy meg is fogom húzni azt a gázbovdent. Arra nem látunk rá, de körülbelül itt látom, ennél a hegesztés fölött van egy 2 centivel. Szervóolaj tartályba belelátunk. Az akkumulátorban nem látunk bele, viszont simán indította a gépünket, teljesen rendben tette a dolgát, meg megvan a szigetelésünk, és akkor megtámasztom a fejemmel ezt a... Mint egy versenyautó, úgy veszi a lapot, úgyhogy valószínűleg nagyon szépen és vidáman fog menni itt az úton. Lámpái tiszták, nincs betörve, nem sárga, zöld színű az üvegezése, ami eredeti darab benne, és nem, nincs rajta hiba, nincs rajta semmi kavics felverődés. Akkor a karosszériája, én úgy gondolom, hogy rendben van, nézzetek körbe, nincsenek rajta parkolási sérülések sem, az autó hátsó lámpája is tökéletes állapotban vannak, nem párás, nem folyik benne a víz, és működik is, mint látjuk, felkapcsoltuk a világítást. Jó állapotú gumik vannak rajta, íme. Szerintem ezzel még el lehet közlekedni, és az elsők is ugyanilyen normális és jó állapotban vannak. Aztán nézzük, mi van a Chevy-jel mögött. Kinyitjuk, tehát egy ötajtós. A háromajtós autónknak kinyitjuk ugye a hátulját. Az ötszemélyes Chevrolet Aveo-unkról van szó, pont. Úgyhogy az ötös legyen már meg. Ezeket ki kéne húznom onnan, megpróbálom talán innen. Aha, így már működik, csak gyenge vagyok. Innen akkor így, tehát működik ő is. Csak gyenge a bal kezem, úgy néz ki. Nézzük meg, mi van a szőnyeg alatt. Szőnyeg alatt van egy normális, épp állapotú gumitároló, kis hely, és a gumink is ott van benne, tehát útkerékkel van szerelve, emelőkerék kulcs, amit itt látok benne. Itt meg nagyon szép a hátulja, nincs leverve, kalaptartója pedig benne van, és be is csukom akkor a harmadik ajtónkat. Pillangó ablakok itt hátul, nem látjátok, de én már azt tudom, hogy ott ki lehet ezt billenteni abból a részből. Ah, itt vannak a srácok is, szavaztok, Feri és Peti kollégám. Ugye itt van egy ilyen kis pillangós rész, így tudjuk ezt a hátsó részt szellőztetni, ugye mind a kettő. Ami nagyon szép különben a belseje, sőt, extra szép, és az első ülése is szerintem teljesen kulturált. Be is ülök ide, akkor megnézzük, hogy hogy fog haladni. Ablakok, le, föl, íme szemüvegtartó. 159.898 kilométert futott, megvan a két darab gyári kulcsa. Így. Azt mondja, hogy ezt lehalkítom egy kicsit, nem tudom, hogy működik. Érintő képernyő is, azt néztem, de tulajdonképpen most itt a rádiót hallgattuk előbb itt a kollégánkkal, Concerto is itt van, ugye ide fölírtuk ide a műszaki vizsgát, meg hogy hát amit elmondtam eddig tulajdonképpen azon a lapon, mert hogy ezt mi nyomtattuk ki, ugye klímás a kocsi, be is kapcsolt a kompresszor, hallottam, ötös kéziváltója van, a kézifék meg be van húzva, így né, és délután 5 óra felé ketyegünk. A világítást bekapcsolom, szép zöld háttérfényünk van, leállítom.
nézzük meg, hogy hogy indul. Mint mondottam, azt mondtam, hogy ugye, könnyen indul. Ez meg is történt, mert hogy haladunk is már vele. És íme szép zöld lámpán megyünk keresztül. Jó illat van benne, nem tudom mi ez a cuccos benne, de egész kellemes illata van. Van benne bordkompjúter, 344 kilométerünk van még vissza. Akkor jó sokat el tud menni, mert hogy már fele alatt vagyunk egy kicsivel. Hogy legalábbis jól fogyaszt biztosan. Mert olyan megszorozzuk kettővel, meg még egy kicsivel, akkor akár az a 7-800 kilométer is kijön egy tankolással, az meg szerintem egész jó fogyasztást fog kihozni. Ami tök jó, a kormány nincs szétkopva, ugye valószínűleg ilyen országútos kocsi lehetett, hiszen sokkal többet pörgették volna a kormányát itt a városba. Stabil a futóműve, nem zörög. Jó a kuplung is benne. És harmadikba fordultam be, hihetetlen, még azt is tudta. Így viszont a kicsit odalépünk neki visszafelé. Gyorsítunk egyet a sorra. Kipróbáljuk az ablaktörlőt. Elrepült egy gaj. És még megnyomom a dudát is a végére, mit szóltok hozzá. Így né, megállunk. Hihetetlen, ez is működik benne, és elektromos tükrök is vannak itt. Nézzétek csak, az is megy, oké. Szerintem ez tök jó ez a kis kocsi. Mindenképpen összetudjátok dugni ezt a zenét még mindenféle jó dologgal. Van itt egy USB csati, AUX, memória, minden tud a szerkezet, és vannak, lehet vele netezni, meg bekapcsolni a térképet, a telefonunkkal össze tudjuk csatizni, és egy jó nagy kijelzőn lehet nézegetni, hogy hova megyünk, vagy mikor érünk oda, meg ilyeneket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, mindenképpen nézzetek be hozzánk, tudjátok, hogy hol vagyunk. Budapesten, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban lehet megnézni a Chevy Aveon-kat, amiben rettentő jó illat van, és még hátrafelé is tud menni, ez is biztos. Aha. És tényleg. Hé, menj már onnan! Na, hát akkor így beálltunk, úgyhogy itt fogjátok megtalálni egyelőre egy pár napig, amíg nem rakodjuk össze-vissza a kocsikat, mint ahogy szoktuk, mint általában mindig, folyamatosan, egész nap. Sziasztok a viszontlátásra!